Sziasztok, köszöntök mindenkit ismét a Binding of Isaac-ben, ahogy a múltkori részben láthatjátok, nem sikerült tovább jutni a kettes challenge-en, mind a két alkalommal Stain ölt meg minket, próbáljuk újra. Biztos, hogy ez a challenge volt, most valahogy más itemjeim vannak. De ezek szerint igen. Jól van, egyelőre fogalm sincs, hogy mi mit okoz. Van egy spacebar itemünk viszont, ami így kilincsnek néz ki. És jelenleg nem tudom mi, viszont elég rossz a damage-ünk és a range-ünk is. Legalábbis nagyon úgy néz ki, milyen damage-ünk van. Hát elég vacak. És úgy néz ki, hogy bármi amihez érünk, az kakivá változik. Legalábbis az előbb ez történt. Nyilván a bosszok nem. Na mit adsz? Egy trollbombát? Persze, mi mást adnál? Mit tud az a spacebar item vajon? Ó, minden ellenséget kakivá változtat. Na, elvisz a secret roomba. Így két bomba. Ami nem volt igazán baj. Jobb lett volna, hogyha azt a tinti drokkot lövi ki, de hát ez van. Na nézzük. Hát, ha ez a challenge így jobb lesz. Rettenetes a range-ünk. Alig érek el valamit. És van 6 bombánk igazság szerint. Akkor persze, hogy felveszek egy Spirit Heartot. Csak nem most még. Majd amikor megynénk a következő szintre. Ez az. Így, né egy fél szív, most minden szívet ad. Ilyenkor jönne jól egy Dark Bomb. De hát nem lehet válogatni, azzal kell dolgozni, amit a játék ad, és kulcsunk az nincs. Ezt hogy nem értem el az előbb? És persze, hogy belemegyek a tűzbe, már hogy a lövedékébe. Azért remélem, hogy ez egy szerencsésebb menet lesz, mint a múltkor. Igen, kulcsunk az nincs. Menjünk-e most boss fightra, vagy inkább nézzünk körül? Én körülnézek egy kicsit, tehát... Egy kicsit min-maxoljunk azért. Hiába challenge run, és ugye nem lesz a boltban sem donation machine. De azért hát, ha összeszedünk valamit... ez egy... Ja, hogy volt egy petrified poopom. Azt meghagyjuk igazából. A petrified poop az nagyon jó, pláne ezzel az itemmel kombinálva. Valószínűleg ez, hogy mindent át tudunk változtatni. Chariot. Az jó. Azt használni kell majd. Kéne egy damage up. Nagyon kéne nekünk egy damage up. Annak meg még ott van a teste. Most már csak évek kérdése, és túl leszünk ezen a pályán. Így, mi kaptunk egy bombát. Kulcsunk továbbra sincs, tehát a boltba nem tudunk bemenni. Ha csak nem ott van a secret room. Ott nem lehet, ott a second secret room lehet. Nézzük meg, hogy itt van a second secret room. Itt van a second secret room. És igazából van elég bombánk hozzá. Az nem tudom milyen kulcs, de... Kulcs. 99 kulcs. Megoldottak a kulcs problémáink, azt hiszem. És Greed's Head, vagy Penny Tears. Jól van. A kulcs problémáink megoldottak. Mi van ebben? Egy troll bomba és egyéb dolgok. És még a boss fightot nem csináltuk meg, ne felejtsük el. Így nyugodt szívvel bemehetünk a boltba, ahol akár vásárolhatunk is. Ó, de hát mondjuk több kulcsunk van, mint bombánk, úgyhogy menjünk be kulcssal a boltba. Ahogyan azt kell.
ezt megvesszük, Mom's Coin Purse. Te mi vagy? Retrovision, nem a legjobb. One makes you larger, nem a legjobb. Lock up, ez jó. Pretty fly. Jó. Mi ez? Friends till the end. Nagyon jó, vannak legyeink. Szerintem a Chariot-ot fogom használni a boss fight-ban, főleg, hogyha valami idegesítő lesz. És megpróbáljuk a Space Bar itemet is, bár az valószínűleg nem fog működni, és bekapcsolt a Retrovision. Jól van. Szóval, Femin. Ígyni. És Cube of Meat. Természetesen felszedjük. Ha jól emlékszem, akkor ezen a pályán így van, volt még egy terem. Ez nem tűnik olyan rossznak egyelőre, és van egy Spirit Heartunk, ami a következő szintre lesz jó. Hát ezt nem most kellett volna fölvenni, hanem visszafele. Ez könnyű volt, és Petrified Poopunk van, tehát valószínűleg pénzt fogunk szerezni ebből. Hát nem sikerült. Nem maradt ki esetleg valami? Valahova, ahol a bomba kellett volna. Itt van egy szív, azzal nem érünk semmit. Nem. Jó. Retrovision. Akkor megyünk a következő szintre. Hát, ha most nagyobb szerencsénk lesz egy kicsit. Természetesen akkor van itt mindig a Cursed Room, amikor nem tudunk vele mit kezdeni. Egy dupla kulcsos szoba. Természetesen bemegyek oda. Sőt, kettő dupla kulcsos szoba. Ezzel rerollolhatunk dolgokat. Akarjuk-e? Igazából egész jól mennek most a dolgok, lehet, hogy én ezt nem rerollolnám. D2. Ú, erre sikerült, ja, mert rámentem. Jó. Most már tudjuk, hogy ez így működik. És ide is bemegyünk. Az ott Cursed Eye. Azt nem vesszük föl. Cursed Eye-t nem vesszük föl. Viszont a Cursed Room-ba bemehetünk most már. Ahol egy kártyánk van, ami egy Strength. Na nézzük, mi van erre. Jó lenne tudni egyébként, hogy ez a kettes kocka, ez mit csinált. Mit rerollolt minket vajon, vagy a mi statjainkat. Jaj, ezeket a pókokat nagyon nem szeretem, meg bármit, ami ugrándozik. Elég jó a damage-ünk viszont most már. Azt kell mondanom. Egy pill, one makes you larger, az minket most már nem érdekel, egyrészt mert egyet felszedtünk belőle. Tudod mit? Spacebar item. Szedjünk össze pénzt belőle, és van egy tinti drokkunk. Amivel igazából most már nem nagyon érünk semmit, mert sikerült sebződnünk, úgyhogy dealünk nem lesz ezen a szinten sem. És még egy kulcsot el tudunk használni itt. Kérdés, hogy érdemes ezt fölvenni most, vagy majd később. Fölveszem most, legyen inkább életünk most. Persze, hogy fölveszem, és nincsen elég pénzünk arra, hogy még egy elemet is fölvegyünk. Így, mi van ebben? Bomba! Valószínűleg lesz itt valahol egy crawl space. Én tinted rockot nem látok, én hajlandó vagyok ide rakni egy bombát. Meg ide rakni egy bombát.
és nincsen crawl space. Iha. Tudunk-e valahova biztonságosan elvonulni? Az, hogy eleve nagyot robbantunk. Nem igazán. Az, hogy itt mindenképp sebződni fogunk. Nem. Megoldottuk. Na. És már csak évek kérdése. Miért nem találja el? Nem értem. Ígyni. És szerintem itt van egy secret room. Nincs. Never mind. Monstro! Hogy esett ki Monstroból egy Penny? Ez a Penny Tears miatt? Azt továbbra sem tudjuk, hogy... Jé. Már kettő kiesett belőle, mármint hogy összesen három. És Monstrónak mindjárt vége van. És Monstro végzett. És lett dealünk. Ez egy range up. Ajjaj, ez a rengeteg piros tűz. Brimstone. Vagy 9 élet. Hem. Elég jó a damage-ünk. Ettől ugye végtelen range-ünk lesz, és nagyon jó damage-ünk a Brimstone-tól. De még mindig nem vagyok a legjobb a használatával. Tehát ez gyakorlatilag egy damage up lesz nekünk. Nem elég jó a sebességünk, azt hiszem. Akkor 9 élet. És megpróbálok vigyázni rá. Meg fogom én ezt még bánni, hogy ezt így választottam. Viszont vissza tudunk menni a boltba. Ahol már nem emlékszem mi volt. Mi volt a boltban? Kulcs. Vagy elem. Amit két szoba múlva újra töltünk automatikusan, úgyhogy... Nem, Tinted Rock nem volt. Szerintem befejeztük ezt a szintet. Brimstone. Mostantól vigyázni kell az életre. Mindig vigyázni kell az életre, de nem arra lőttem, amerre nyomtam. Nem a legjobb a kontrollerem, azt hiszem. Ez egy fél élet, ami nekünk jelenleg nem fog segíteni semmit. Ne gyertek ide. Igen, a legutóbb ugye úgy csináltam ezt a challenge-et, hogy újraindítottam, és ilyenkor minden marad, de úgy látom, hogy ez igazából egy majdnem teljesen random run ilyenkor. Mappinggel szerencsére láttuk, hogy az ott milyen szoba. Nem vagyok elég gyors. Ígyni. Már elvesztettünk egy életet, és a bolt felé tartunk. Azt a lyukat én ott nem láttam, amiben sikerült belemásznom. Így, és már csak ezt kell eltüntetni. És mi van a dobozban? Két bomba.
Ennek akár örülhetek is. Piros életet még nem vesztettünk szerencsére. Most lenne nagyon jó egy darkban, és igazából ide tök ingyen be tudunk menni, mert végtelen sok kulcsunk van. Na hát az kéne. 2 centet kell összeszednünk még. Már csak nem lesz ez... Oké. Ez mázli volt. Ez nem volt mázli. Miért nem használom a spacebar itemem? Itt lett volna a lehetőség rá. Tökéletes terem lett volna hozzá. És most már nincs spirit heartom. Jó. Most már dealünk nem lesz ezen a szinten. És van elég pénzünk, hogy megvegyük. Mivel 9 lives-t felvettük, ezért annyi szerencsénk van, hogy ha meg is halunk, akkor ugye respawnolunk még egy párszor. Ugye a Curse Roomban, ha bemegyek, az gyakorlatilag egy élet elvétele lesz. Egyébként meg a Strength Cardot használom. De én azt mondom, hogy ez most már megéri, mert mindenképpen a dealünk az elveszett. Spirit Heartok. Már hogy lehetséges Spirit Heartok. Egy fokkal jobban érzem most már magam. És troll bombák. Nagyon jó. Azt a fél életet vissza tudjuk pótolni. És akkor most fogom valami nagy hülyeséggel elrontani az egészet. A Spider mod azért nagyon jó, mert látom, hogy mennyi életük marad ilyenkor. Tehát azt látjátok ti is, hogy hát repülni nem tudunk, úgyhogy ez nem jó. Mi van itt? Egy piros. Nem. Egyelőre nem. Ha lenne egy Dark Bomb, az lenne nekünk az ideális. Ígyni. És mi van erre? Ezeket a legyeket még mindig nem szeretem. Így, ez egy pill. Balls of Steel. Az nagyon jó. Na nézzük. Ott egy penny, amit nem tudunk fölvenni. És lehet, hogy most ezzel el fogom pazarolni az egyetlen spacebar itememet. Értem, nem pazarlom el, csak a töltetet belőle. De a boss fightnál én megpróbálom. Stain. Again. Megint Stain. Az a különbség, hogy most már elég jó a damage-ünk. Múltkor nagyon rossz volt a damage-ünk. Nem, ezeket nem tudom dodge-olni. Van, amikor sikerül, de az a ritkább eset. Koncentrálni kell. Majdnem belementem abba a piros kakiba. Nem mondod. Na mindegy. Spirit heartjaink vannak. Hát akkor megyünk a következő szintre. Itt mindent megtettünk, amit tudtunk. Még a Cursed Roomban is voltunk, és jó nagy Isaac. Arra egy boss trap room van.
Igazából az adhat nekünk jó itemet, de lehet, hogy last. Jujjujjujjujjujjujj, te nagyon gyors vagy. És sikerült. Nagyon jó. Te mi vagy? Range up. Nagyon jó. Egy Larry Junior. Gyerünk már, gyerünk. Na ez mázli volt, és elrontottam. Na gyerünk. Gyerünk. Mindjárt kész. Addig van már élete. Ez az. Mennyi pénzt tudunk összeszedni ezekből? Közben megjelent a cica is nálam. Na. Annyira rosszul nem állunk. Még dealünk is lehet, mondjuk lehet, hogy nem ártana a deal felé haladni akkor. Már hogy a boss fight felé. Ígyni. Visszajövünk még, ha kell. 20 percnél járunk. Ó, ti vagytok mondjuk annyira nem rosszak ezek, kivéve, hogyha duplát spawnolnak. Ezek mindig duplát spawnolnak? Eddig nem spawnoltak ezek duplát, nem? Ígyni. Kaptunk egy bombát. Van-e tinti drog? Nincs tinti drog. Ők is jó gyorsak. Gyerünk, ez az. Szereztünk még egy kulcsot, és most már van megint egy töltetünk, ami, mint láttuk, bosszok ellen nem jó. Viszont megint van egy árkédünk. Az a baj, hogy egyet tudnék használni belőle, hát pénzt szereztünk. Nem erre van a boss fight? Fölfele van a boss fight. Miért nem néztem meg a térképet? Arra egy nagy item room van, ami valószínűleg egy grid fight lesz akkor. Akkor csak erre van. Erre kell jönni a boss fighthoz. Úha! Spider mod egyébként tud sebezni is, vagy csak egyszerűen így van és annyit segít nekem, hogy jó, erre nem készültem fel az előbb. Gyerünk, egyre kevesebben vannak. Most már csak ketten. Igen, ez lesz az a rán, amelyikben pénzből lesz elég, úgy látom. Ígyni. Spirit Heartokból kellene feltankolni egy kicsit. Mert azokkal elég rosszul állunk, meg pláne így, hogy miért nem használom a spacebar itemem? Ez konkrétan egy olyan hely, ahol lehet. Ezek korábban is eszembe juthatnának. Látjátok, tehát pénzből rengeteg van. Jaj! És sebződtem, és lent vagyunk fél Spirit Hearton. Ha jó bosst fogunk ki, akkor ez még működhet. Ha nem jó lesz a boss, például egy Forsaken, akkor itt se lesz dealünk.
Ezeket a csontvázakat nagyon utálom. De ez feltűnhetett eddig. Brimstone. És megint spawnolni fog egyet, ha jól látom. Nem, nem, még nem. Kettőt is spawnol, és most már csak ezeket kell. Kapunk-e dílt? Valószínűleg nem kapunk dílt. Mondjuk eddig csak Spirit Heartból sebződtünk. Miért nem kaptunk dílt? Ez így nem jó, nem kaptunk dílt. De hát csak Spirit Heartot sebződtem. Akarunk-e visszamenni? Igazából, hogyha tudjuk, hogy Greed Fight lesz, akkor nem érdemes. Most mind sebződtem az előbb egyébként? De én nem láttam se ellenfelet, se semmit. Gyerünk már! Nem baj, tele van a pálya szívekkel, úgyhogy vissza tudunk tankolni belőlük. Itt van egy például. És kész is vagyunk erre a szintre. Nem akarok Greed Fightot. Ugye Greedből rengeteg pénzt össze tudnánk szedni, illetve egy Steam Sale-t, de... Mint látjátok, ebben a rundban nem a pénz lesz az, ami a szűk keresztmetszet, hanem az élet. Illetve hát ugye az előző pályán nem kerestünk Secret Roomot. Ugrándozósok. Ez mázli volt, és az egy champion. Ez volt a champion. And we're almost dead. Hát ez nagyon nem lesz így jó. Jó, itt meghaltunk. Még mindig nem. Jó. Ne felejtsem el a Space Bar itemet használni a következő szobában. Igen. Mármint, hogy nem lett volna muszáj, de... Ó, nagyon jó, ez egy szív. Egy kulcs. És Penny. Elég a creepből. Kedves agyak. Ne szeressél, látom én, de úgy. Spirit Heartok kellenének. Ugye dealünk nem lesz ezen a szinten sem. Arra van egy bolt, ami nem greed. És lesz megint egy rerollos szoba. Nem, nem ezeket kell elpusztítani egyelőre, hanem a legyeket. Így mi? Dupla kulcsos szoba ráadásul. Nézzük, ez egy Moon. Azzal valamelyik szobába tudunk teleportálni. Van egy Cursed Room. Egy szép nagy Cursed Room van. Akkor lehet, hogy én most ellátogatok a Cursed Roomba. Ami mondjuk megint csak életvesztés. Amivel nem állunk olyan nagyon jól. És valószínűleg a Cursed Room az itt lefelé lesz. Sőt, egészen biztos, hogy Little Hunt. Az nem olyan nehéz, csak megfelelően kell dodzsolni. Ó, nem. Nem szeretem azokat az ellenfeleket, amik felosztódnak. Elég jó a lövési sebességünk, azt kell mondjam. Egy battery charge. Élet kellene. Élet. Végre van két szívünk. Aha.
Így, és nem fogunk oda tovább menni. És most megjátsszuk ezt. Két Blackheart. Nagyon jó. Egy fél szívet elcseréltünk másfél Blackheartra. Szerintem jól jártunk. És... miért is volt ez érdekes? Igazából ide is be kell jönni. És nézzük meg, bombát lehet venni. Igazából miért ne? Igazából miért ne? Ú, van zseblámpánk, tök jó. Ezt se láttam még eddig. És kérdés az, hogy újra rolloljuk-e az egészet. Nem tudom, mit csinál, de legyen. Hát, ez egy Little Brimstone. Jó van, rerolloltunk azt hiszem mindent, amink csak volt. És repülni is tudunk. Ó. Na hát ez egy igen érdekes run lesz így. Viszont a Space Bar itemünk sincs már meg. Igazából nagyjából csak dodge-olnom kell, mert... kb. Mindenem van már. Hát ez így lényegesen egyszerűbb lesz. Kivéve ilyenkor. De lényeg az, hogy sikerült, és még egy HP up-ot is kaptunk. Ja, hogy ezzel tudok célozni valamire. Aha, tehát hogy így lövök, hogy beálltam, hogy hova akarok célozni. Jól van. Akkor irány a következő szint. Ami már az utolsó. Tehát ha ezt a szintet sikerül ezzel a formációval megoldanunk. Ja, és elvesztettem a mappinget. Milyen kár. Igazából ide tudok jönni és le tudok ölni mindenkit. Csak nincs elég range-em. Ígyni. Uha, ezek az ugrándozósok. És kaptam egy Necronomicont. Na nézzük, itt van egy challenge room, ahova nem tudok bemenni. Jó, ide jövünk, itt nem találnak el, és gyakorlatilag... elég nehéz ezt irányítani. Na. Gyerünk már. Ígyni. Van még egy kulcsunk, ami nem igazán számít, mert ugye maxon vagyunk, ugye ezek nem ártanak nekünk, mert tudunk repülni. Hello, Chub. Ja, hogy nem tudunk kilőni innen. Miért jöttem ide ki? Ezt nem így akartam. Little Brimstone-t feltöltjük. Csak célozni kéne tudni Little Brimstone-na. Ígyni. Hello, Chub. Gyere föl, Chub. Gyere föl, Chub. Úgyni. Menjél lejjebb, Chub. Azaz. Gyere föl, Chub. Jó van, még szoktatom magam Little Brimstone-hoz. De egyébként a legyeim is elég jó damage-et adnak. Úgy azt kell mondanom. Gyere följebb, Chub. Chub, gyere följebb. Följebb egy kicsit. Úgy. Ígyni. Egy piros szívet szereztünk. Mi van a boltban? Nézzük. Vannak bombák. Igazából bombákat felszedhetünk. Mi ez a kártya? Empress. És egy range up. A range up-nak örülök. A moon-t azt lehet, hogy használni fogjuk valahol.
amint kijutunk innen. Meg kell találni a boss szobát, mert most már csak a bosst kell tényleg megölni, ami ugye mám lesz. Úha. Köszönöm, Little Brimstone. Igazából tankoljunk fel életből. Sokat fogok backtrackelni, mert nekem ez így elég nehezen működik egyelőre. Ó! Jó, ez a Secret Room. Itt volt a Secret Roomunk, jó tudni. Akkor újra nézzük ezt a szobát. Jó, Little Brimstone megoldotta az első felét a problémának, és a második felét is megoldotta. Így mi? Na, erre van-e a boss fight? Te mi vagy? Tears up! Nagyon jó! Erre van bizony a boss fight. Akkor irány, mam! Nem a legjobb a damage-ünk. Au. Na. Azért ezt 9 élettel csak meg tudjuk oldani most már. Nem igazán félek már ettől a menettől. Meg valami knizénk is van egyébként, tehát így mármint ez a kés, ami nálunk van. Hoppá! Nem így akartam. Na, gyerünk! Ez az! Megvan a challenge, és egy HP up-ot is szereztünk. Tehát ezzel sikerült unlockolni Rune of Yerra-t. Úgyhogy a következő játékban még nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Valószínűleg egy sima Isaac-et fogok játszani Maggie-vel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!